lefelé megjelenített madár, de hát ezt végül is megfordíthatom, ezt a párnát, ha nagyon akarom. Tehát jól lehet látni, hogy a levélszerűség nem szűnik meg azáltal, hogy madár lesz belőle. Megőrzi. Tehát lebegtetett a forma, ahogy szoktuk mondani. Ez azt jelenti, hogy megőrizte a növevényszerűségét, tehát folyamatszerűségét, de ugyanakkor már az állapotszerűség vált meghatározóvá benne. Tehát ez a lebegtetés a növény, illetve állati karakter között, ez rendkívül jellemző a magyar népművészetre, és azokra a művészettípusokra, amelyek tényleg népművészetnek tudtak megmaradni. Kérném a következőt. Na most megint a szibériai népek sámán dobrajz, tehát a dobfedő, a dobtakaró rajzairól, és itt most nem a 9 ló jelenik meg, hanem ez válik rendkívül hangsúlyossá. És itt lehet látni, hogy igen, a népmesénynek a mondjuk kiskondása itt kerül egy olyan helyzetbe, amikor elkezd félni. Hát egy egész sereg népmese leír, hogy nem olyan egyszerű dolog, hogy fölérkezem az életbe, tehát a égigérő fán, az első emeletre, itt döbben rá, hogy itt egy komoly veszély fenyegetheti őt. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk arra az első levélre, amelyik az ágról felé néz, rá tud-e ugrani. Mert ez egy ugrásszerű állapotváltozást jelent. És ilyenkor mit csinál a mesehős? Behunja a szemét, és úgy ugrik át. Tehát ez egy révülésben létrehozott ugrásszerű állapotváltozás. Ezek nagyon fontos dolgok, mert a népmesénket legalább annyira nem értjük, mint Csontvárit. Pedig nagyon jól tudja az egyik a másikat oldalirányba magyarázni. Minden esetre, amikor már ideér, itt már megállapodhat. Tehát ott már ismerjük ezt a népdalt, amelyik virágénekből vált utolsó verszakában népdallá. Nem fogom elénekelni, mert látom már rémületet az arcokon. Amelyik így kezdődik, hogy is kezdődik? Azt mondja, hogy hallod-e te szelidecske, leány vagy-e vagy menyecske. És akkor ennek az utolsó verszaka kezdődik így, hogy kinek nincsen hely itt lakni, menjen mennyországba lakni. Építsen az égre házat, ott nem éri majd a bánat. Építsen az ég szélére, ott nem éri semmiféle. Tehát azt jelenti, hogy ha a gondodat nem tudod megoldani, mert oldalnézetből nem látszanak a körvonalai, akkor igenis emelkedj meg. És onnan lefelé nézve, és majd ki fognak rajzolódni az összefüggések, és megtalálod a megoldást. Tehát ez az a bizonyos égre épített ház, és azért is vetítem, mert itt a fordított utat látjuk. Tehát megérkezik madárként, de már lehet látni, hogy ebben növényi forma rejlik. Tehát ha nem veszem észre, hogy itt egy szem van, akkor megesküszöm rá, hogy ez egy ilyen tulipánszerű forma. Tehát most kitakarom a szemét. És mindegyiknek. Tehát ez azt jelenti, hogy bizony oda-vissza járható ez az út. Az előbbin azt láttuk, hogy hogy válik le a fáról, és hogy válik madárrá. Most meg azt látjuk, hogy a madár állapotból hogy tud visszavirágosodni. Még megnézzük, hogy mi a következő, mert gyengét utalást kaptam, hogy be kellene fejezni a szünet előtti részt. Ezt hadd zárjam le ezt a fejezetet. Tehát azt jelenti, hogy itt, ahol ez az hatalmas örvény van, itt ennek a két ágú fának a ló és csak is a ló lesz a tövénél, ami azt jelenti, hogy a lóság, mint olyan, és ez a fa szigorúan összefüggenek egymással. Most ha ennek a lónak az analógiáit keresem, akkor nagyon hamar eljutok csillagtérképeken, ezek a 17. századból valók, legismertebbek Andreas Celláriusé, abból van ez a kép, sőt azt hiszem a többi is, ha nem is mind, a másik meg Jan Hevelius. Tehát ők mind a ketten 17. században dolgoztak. Na, a lényeg ebből az, hogy ebben az állapotában már a fa nem csak az élő fa elemét jelenítheti meg, hanem a napúthoz képest ez mindenütt a világon a tejútnak a képjele. Tehát most kezdhetünk eszmélkedni, hogy itt is egy pulzálás van, nem csak a növényi lét és az állati vagy madár lét között, hanem ott is, hogy attól függ, milyen kontextusban vizsgálom, ha ezeknek a háromszög alakzatoknak a
nézőpontjából, vagy azokat vizsgálgató elemzem, akkor ez elemi minőségeknek a szintje, alul lefelé mutatom a víz, fölül fölfelé mutatom a tűzeleme, és a kettőből a törzs jóvoltából az élőfa eleme rajzolódik ki. Ezt tudtuk a gyügyei templom mennyezetéről, mint analógiával, vagy analógiaként igazolni. Na most itt viszont már a napúthoz viszonyítva jelenik meg, bizony kettős törzsű, tessék megnézni, ez itt a napút, ezen jelenik meg a skorpió, a mérleg, a szűz, az oroszlán, és így tovább, ebben az irányban pedig ez itt a bak, csak nem látjuk teljes egészében, ez a vízöntő, utána jön a halak, ez már megint teljesen eltűnik ott. Tehát lényeg az, hogy ez a napút, és ehhez képest két törzsű bizony a tejút, éppen a nyilas, tehát a ló, az amelyiknél megjelenik, ez a nyilas csillagkép, és az egyik ágában itt a sas csillagképet látjuk, másik ágát pedig a hattyú csillagkép definiálja. Ma is így nevezik csillagászok, az egyik a sas ága, másik pedig a hattyú ága a tejútnak. Tehát ez azt jelenti, hogy ezen a lét szinten már nem csak élőfa minőséget idéz, hanem itt egy kibontottabb univerzumban a napúthoz képest a tejútnak a képjelét adja. Mondhatjuk feltételezés. Igen, de a feltételezéseket lehet bizonyítani. Különösen akkor, hogyha szünetet adnak rá. És akkor szünet után jön a bizonyítás. Köszönöm. Átalakulunk előadássá, és visszatérünk Csontváry Cédrushoz. Az elején nem akartam idézettel az időt húzni, most azonban a Cédrusra vonatkozóan néhány olyan gondolatot idéznék Csontváritól, ami azt indokolna, hogy miért festettő élete utolsó szakaszában, amikor már a világhír, legalábbis az ő értelmezése szerint már elérte őt, és ekkor ment föl a Libanonba cédrusokat festeni. Tehát ő maga hogyan értékelte a két cédrusképet, mit látott bennük, mit szeretne, ha mi is meglátnánk benne. Na most erre teljesen kész ajánlata van a művészettörténész társadalomnak, ezt az ajánlatot pszichológusoktól, illetve pszichiáterektől kölcsönzi. Már ez maga egy kicsit zavar engem, meg kell mondja. Tehát ha valakinek úttalpa van, akkor mondjuk ne fülorgégésztől szerezzen szakvéleményt. Ha valaki nem volt őrült, akkor hagyjuk békén a pszichiátereket. Ez Csontváry nem volt őrült, ezt jobb, ha tőlem tudják. Feléjesen nézett soha bolondokházának olyan korban, amikor már-már illet bolondnak lenni. Tehát ezt tudjuk nagyon jól, hogy a nagyjaink közül Ady Endre is szerint korábban halt meg, mint ahogy kiderülhetett volna róla, hogy bizony agylágyulással fejeződik be ez a betegség. Viszont Munkácsi meg bizony bolondokházába halt meg, utolsó éveit, nem is egy évet, már kifejezetten zárt intézetben töltött, miután életveszélyesen megrohanta az inasát. Tehát egész egyszerűen le kellett kötözni, be kellett vinni. Tehát ez azt jelenti, hogy van nekünk őrült, és semmi gond nincs. Van Kácsi és Kácsi Mihály, nem lehet tudni, miért pont Csontváryt nevezik őrültnek, akinek semmi köze nem volt az őrültség semmelyik fokozatához. Semmi köze nem volt. Verőért gyulladásban halt meg, és mondom, feléjesen nézett soha. Se ő a bolondokháznak, se a bolondokháza ő neki. Föl sem merült vele kapcsolatban azokat a rossz ízű tréfákat, amelyeket az irigyett kollégái vele szemben megengedtek maguknak, azt egész egyszerűen tények szintjére tornázza föl a vele foglalkozó szakirodalom, és úgy megbocsátja neki, hogy kérem, itt minden második művész bolond volt, hogy miért kell a nagy ügyet csinálni, megbocsátjuk neki. Ez körülbelül olyan, mint hogy ide följönne most Erdély Tamás, és megbocsátaná nekem, hogy apagyilkos vagyok. Nem vagyok apagyilkos, nem baj, semmi nem kell, mert megbocsátottuk meg, de nem vagyok apagyilkos. De nem baj, érted, de megbocsátottuk már meg. Most körülbelül így vagyunk, mi Csontváry őrültsége, már megbocsátottuk neki. Na, de nem volt őrült. Tehát ezeket nagyon vigyázz, mert így lehet, így lehet. Igen, most
biztosított róla, hogy nem vagyok apagyilkos, tehát azért ezt a részét a dolognak a lovagiasság szabály szerint lezártuk. Remélem, hogy a csontvári hát részét is ennek a kérdésnek egyszer majd lezárja, végleg lezárja a vele foglalkozó szakirodalom. Tehát akik róla eddig nyilatkoztak Cédrus ügyben, azok egyöntően úgy vették, hogy két Cédrus kép, mind a kettő önarckép. Nem rejtett önarckép. Az egyik, amit most látunk, egy kicsit most körülmetélve, de hát ezt a téma érdekében tettem. Tehát az arándoklás kép az az önmagát ünneplő, tehát téves képzetekbe burkolózó művésznek az önünneplése, míg ellenben a másik az ritka, hangsúlyozom, ritka tiszta pillanataiban meglátott önmagát adja, magányosan, ugye, magányosan, és hát bizony konfliktusokkal terhelten, mert hát az egy nagyon görcsös, nagyon hát ilyen furcsa alakzat volt az a magány, úgynevezett magányos Cédrus. Na most ez a szószoros értelme mesehabban, ennek semmi köze nincs Csontvári Cédrusaihoz. Csontvári megmondja, hogy mit akar a Cédrusokkal. És hogy most lássuk, hogy mennyire megmondja, hogy három olyan idézetet, rövid idézetet olvasok föl, ahol kifejezetten a Cédrusokról nyilatkozik. Majd kívánjuk a felvételmet. Ha felmegyünk a magas Libanonba, a 6000 éves cédrusok otthonába, ott látjuk a 3000 éves hajadonokat türelmes pártában hajlongani. És csak a 4. ezredben gyümölcsöt termő koronával bontakozni. Kis szünet. Utána még ugyanebben az írásában. Csendes szerénységben él a cédrus, ezredekre kiható türelemmel. Türelemmel kell élnie egy nemzetnek is, amíg a koronáját nem éri el. Hát ez tiszta beszéd. Na most itt valaki tényleg őrült, aki ezek után nem látja be, hogy miről szólnak ezek a cédrusok. Hát itt nem az egyénről van szó, ez nem Raffaello-i világkép. Itt a nemzetről van szó. És annak mutat utat, annak ad példát a cédrus. Amíg nem jött el az időnk, addig várni kell türelemmel. És gyűjteni az erőt, ahogy a cédrus csinálja. És csak akkor szabad a világnak kitárulkozni, amikor már kellően megerősödtünk. Csak előbb izgatja föl a cédrust, ezt is írja, csak ezt most nem jelöltem be. Hát az rosszat tesz a cédrusnak. Tehát rosszat tesz a nemzetnek az, aki belerángatja olyan erőpróbákba, amire még nem felkészült. De magyarul akkor robbant ki lázadást, amikor lehet tudni, hogy ezt le fogják verni. Esetleg éppen azért robbantja ki, hogy leverjék. Tehát ez az idézet elég egyértelmű, és folytatja. Tehát közvetlenül ezután mi jön? Azt tudtuk, hogy 3000 évig a cédrus még nem cédrus, a 4. ezredben bontakozik a koronája, és ezzel utat mutat a nemzeteknek a kitartásra. Ezt tényleg föl lehetne írni minden családi otthonnak a falára. Na most azért azt kell tudni, hogy amikor ő koronáról beszélt, akkor nem csak a fa koronájára gondolt. És ezt egyértelműen lehet tisztázni, mert ő maga mindenképpen el akart menni az utolsó magyar király koronázása, 4. Károlynak a koronázására. És elkapta őt az a betegség, amelyik még a szegedi árvíz a mentési munkálatai között érte őt, és sajnálkozva írja, de majdnem, hogy könnyesen írja le, hogy nem tudott részt venni rajta. Ami azt jelenti, hogy neki ez borzasztóan fontos lett volna. Egyrészt, hogy ő töltődjék a korona, a Szent Korona jelenlétében, másrészt, hogy a Szent Korona töltődjék ő általa. És ezek azért nagyon fontos dolgok, mert ugye eltekintünk attól, hogy ő tátos volt, hát ne tessék eltekinteni tőle. Tehát a hiteles lejegyzéseiben ott szerepel, hogy ő járt kint a világháború, az első világháború alatt, 16 körül lehet ez a feljegyzés, jártam kint a fronton.
Na most erre mit mond a művelődéstörténész? Szerintem már tetszik látni, hát meg kicsit meghibbant. Hát hogy járt volna kén? Hát nem senki.